Érdekes, hogy elég sok közös vonást fedezek föl köztünk, tehát a munkáink között, mondjuk persze elsősorban a Zarin című rövidfilmmel vagy installációval kapcsolatban, mert az például közelebb van a narratív elbeszélés formához, tehát hogy és abból a szempontból az én munkáimhoz is, hogy egy főszereplő, és különösen egy nő belső világát próbálja meg vizuális eszközökkel és mondjuk hangi eszközökkel is kifejezni. Ugye ő egy képzőművész, fotókat csinált korábban, aztán ezek a fotók megmozdultak kisebb installációkat, és végül eljutott a nagy játékfilmig, és ez abszolút érezhető, tehát hogy tényleg minden egyes képkockája nagyon megkomponált és nagyon erős atmoszférája van, amit kiegészít egy ilyen hangi világgal, és ez tehát végül is hozzám is ez áll közel, tehát én is ezt próbálom, hogy ebből a szempontból viszont az én munkáim a képzőművészethez közelítenek, tehát hogy erőteljesen próbálom azt elérni, hogy mondjuk a szereplők lelki világát kifejezni a képekkel. Kornélnak, meg a Sirénnek közös volt ez a német-francia producer cég, akikkel dolgoztak, vagy dolgoznak, már nem tudom, és kerestek a Sirénnek már régóta szereplőt ehhez a először kisfilmhez, de nem nagyon találtak, és akkor a Susanna, aki intézte ezeket a filmeket, ő odaadta a Sirénnek a Kornél filmjeit, és akkor mondta a Sirén, hogy szeretne dolgozni velem. Azt a karaktert, akit te megjelenítettél, azt úgy kinézték, meg hogy ugye, akik az út, tehát amikor mentél az utcán, akkor is olyan furán néztek azok, akik álltak, hogy ez miért volt, vagy hogy hát mi ez a prostituált. Hogy ő, de az miből derült ki? Az a színeskendőből. A színeskendőből? Aha. Annyira ez a kettősség van szerintem benne, hogy kemény is, meg lágy is. Igen. Hihetetlenül nőies, de ezt a nőiességet olyan férfiasan tudja felmutatni, hogy ez... Tehát valószínűleg kell is. Hát muszáj. Sirén eset Iránban nőtt föl, vagy ott töltötte a gyerekkorát és a kamaszkorát, és aztán 17 éves korában kiment Amerikába tanulni, és gyakorlatilag 40 éve ott él. És egy nagyon érdekes szemlélettel tekint egyrészt az iszlám nők helyzetére, az iráni nők helyzetére, másrészt pedig természetesen, hogy tágabb értelemben a nők helyzetére, és ez mindenképpen érdekes ezen elgondolkodni mind a két aspektusán. Egyrészt ő ezt belülről is látja, másrészt kívülről is. Hogyha ilyen a politikai helyzet, mint például Iránban, akkor nem lehet vele nem foglalkozni, de azért azt ő is elmondta, tehát Sirin eset is elmondta többször, hogy igazándiból ő nem politikai filmeket akar készíteni, vagy nem politikai műveket, hanem ez sokkal inkább egy egzisztenciális kérdés. És ami engem érdekel, tehát önmagában engem sem érdekel a politika, amennyiben annak a politikai mi volta, hanem az, hogy az embereket hogyan érinti. Tehát engem az izgat mindig, hogy valakinek mondjuk van elég szabadsága, hogy egyenlőek lehetnek az emberek, vagy szóval ilyen dolgok, és ez sajnos mindig a politika befolyásolja. De ez azt gondolom azt, hogy minden ember egyenlő, ez nem egy politikai kérdés.